Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Július 1-én kinyílik egy égi kapu. Mit jelent ez a nap? Itt megvan a kapcsolat a plejádokkal. A plejádoknál Alkioni az a központi nap. Tehát megvan a kapcsolat Alkioni csillagkal is. Alkioni lefordítva egy királynőt jelent, aki győz a gonoszok, a gonoszságok felett. És én úgy gondolom, hogy segíteni tud, hogy legyen győzelem a hamisságok ellen. Ezen az estén, tehát július 1-én tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. Az energiai egyensúly ennél a szertartásnál 4000 forint. Ezen a napon Kán uralkodik, és Kán lefordítva magvakat vagy hálózatot jelent. Ez a hálózat lehet kapcsolat, mint például internet kapcsolatok, vagy jelenthet telepátiát is, hiszen megvan a hálózat, megvan ez a lelki kapcsolat kettőtök között. Akkor kihat a szerelemre, hiszen ha rá gondolsz, akkor ő ezt érezni fogja. Vagy fordítva is lehet, hogy ő gondol rád, és biztos vagy abban, hogy megvan köztetek ez a lelki kapcsolat. És kitérve a magvakra, hiszen annak is van jelentősége. Ha most elültetünk egy magot, és biztosak vagyunk abban, hogy gyümölcsözni fog, és megvan a kitartás, megvan a türelem, akkor ez a mag termést fog hozni. És most indíthatunk valami újat. Ezek lehetnek kereskedelmi kapcsolatok, lehet a hivatás, vagy egy új kezdet a párkapcsolatot illetően. Elültetünk valamit, megvan a hálózat, megvan a lelki kapcsolat, gondolhatsz rá. Aztán légy kicsit türelmes, hiszen türelem rózsát terem, és ez a mag termést hoz, itt gyümölcsözni fog valami, és pontosan ez a cél, hogy most egy új kezdetnél sikerek legyenek. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!